Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Sziasztok, ismét itt a Capriccio a Klasszik Rádió 92.1-en, Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával, és Harcsa Veronikával, a mai vendégünkkel. Harcsa Veronikát biztosan sokan ismeritek, de talán sokan a másik rádióról, a jazziről, hiszen egy jazz énekesnőről van szó. Ma viszont nagyon sok olyan különleges témáról fogunk beszélgetni, ami inkább a klasszikus zenéhez áll közel. És hát akkor talán ezzel is kezdeném, hogy te a Zeneakadémián végeztél többek között jazz énekes szakon. Nagyon sokszor mondják, hogy a jazz azért mégiscsak a komoly zenéből jön, és nagyon-nagyon sok jazz muzsikusnak a komoly zenéből származnak a gyökerei. Te hogy voltál ezzel? Sziasztok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az való igaz, hogy a jazztől nem elválasztható a klasszikus zene. Benne van, benne foglaltatik. Úgy született meg a jazz, hogy az amerikai kontinensen találkozott egymással Európa és Afrika zenéje. Ehhez három kontinens kellett, hogy ez a műfaj megszülessen, és való igaz, hogy az európai klasszikus zenei hagyomány nélkül nem lenne jazz a jazz. Úgyhogy mindenképpen kell hozzá, nagyon sok jazzzenész van, aki klasszikus zenét tanul először, és utána vált jazzre. Én is így jártam, én is végigjártam a 6 év zongoraórákat a zeneiskolában, és utána váltottam szaxofonra, és a szaxofon kapcsán kezdtem el jazzt is játszani. Előkerül még a szaxofon néha? Esetleg a zongora? Tavaly karácsonykor elővettem a szaxofonomat, ugyanis még van hangszerem, azzal a céllal, hogy hát ha játszom majd valamit a családnak, de gyorsan vissza is raktam a Tokjába, mert úgy döntöttem, hogy inkább a kaptafánál maradok cipészként. Igen. Mondjuk a szaxofont azonosítják a legtöbben a jazzzel. Amikor a zongoráról átváltottál a szaxofonra, akkor már ezzel a céllal kezdtél el rajta zenélni? Hát ez nagyon jó lenne, hogyha így lenne, vagy nagyon vagányul hangzana, de igazából nem így volt, hanem egyszerűen valahogy elég volt a zongorából, de nem szerettem volna abba hagyni a zenélést, mert nagyon szerettem. Igaz, hogy sokáig ez csak hobbi volt számomra, de mindenképpen folytatni akartam a zeneiskolái létet, úgyhogy hangszert váltottam, és akkoriban kezdtem kamaszodni, 14-15 éves koromban döntöttem ezt el, úgyhogy átváltottam egy olyan hangszerre, ami ahhoz a lázadó korhoz sokkal jobban illett. Igen, az biztos, hogy a szaxofon az nagyon cool, és abban is igazad van, hogy ez a jazz klasszikus, ez egy nagyon érzékeny határ, hogy amúgy Gershwinre gondolunk, Gershwin szinte minden jazz énekes énekel, meg sem nagyon tudja kerülni, viszont a Gershwin zongoradarabok meg kifejezetten klasszikus zenei képzettségre termettek, és alapvetően a Kék Rapszódát és a többieket alapvetően a klasszikus zongoraművészek közönyű repertoáron tartják, és ez kell is a szimfonikus zenekar. Amikor hangszert választottál, hogy először a zongorát, az egy mennyire tudatos döntés volt, mennyire családindítatás, tehát ahogy keveredtél a zene közelébe? 7 éves koromban a szüleim beirattak zongorázni a zeneiskolába, mert azt gondolták, hogy ez az általános műveltségnek a része. Ennyiről volt mindössze szó. Ők nem gondoltak többre, és nagyon megijedtek, amikor egy jó 10 évvel később komolyra fordult az ügy. És hogy kerültél el az éneklésig ezek után? Volt egy lemezünk, érdekes, hogy pont Gershwint említed, mert egy Gershwin lemezről volt szó, amin Gershwin dalait énekelték pop énekesek. Emlékszem, hogy volt rajta a Sting, meg Liza Stansfield? Cher is énekelt rajta, és jobbnál jobb pop énekesek, és borzasztóan szerettem ezt a lemezt, és egész egyszerűen kiszerettem volna próbálni, hogy mi fánterem a jazz standardek, a Gershwin dalok éneklése, és volt egy zeneiskolai koncert, ahol én konkrétan bekéreckedtem énekesnek, és elénekeltem 2 Gershwin dalt, az egyik a Summertime volt, a másik pedig az It Ain't Necessarily So, ami szintén a Porgy és Bessből van, és ez a fellépés, ez annyira fantasztikus élmény volt, hogy tulajdonképpen akkor is ott eldöntöttem, hogy ezzel komolyabban foglalkoznom kell. Ez 17 éves koromban volt. És lőn. Mi legyen az első zene, amit megmutatsz a Klasszik Rádió hallgatóinak? Elsőként,
hallgassunk meg egy Ravel dalt. A Don Quixote dülciné című dalciklusból van, amiről azt lehet tudni, hogy ez volt Ravel utolsó dalciklusa, amit írt életében. És nagyon nagy kedvencem Dietrich Fischer-Dieskau, úgyhogy az ő előadásában hallgassuk meg. Vous offensa, je lui dépêcherai pour ça. Vous la verriez fixer se taire. Si vous me disiez que l'ennui vous vient du ciel trop fleuri d'astre, déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. L'espace est si vide et ne vous plaît point. Chevalier Dieu, la lance au poing, j'étoilerai le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'avant, madame, je blémirai dessous.
dit que l'amour il fait mieux, mais tout en deuil mon cœur, mon âme. Ah, 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 ah. Je bois à la joie, la joie est le seul but où je vais droit. Lorsque j'ai bu, ah, la joie, ah, la joie, la la la, la la la, je bois à la joie. Fouet du jaloux brûle mes fraises, qui j'ai qui pleure et fait serment d'être toujours ce pâle amant qui met de l'eau dans son ivresse. Ah, 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 ah. Je bois à la joie. La joie est le seul but où je vais droit. Lorsque j'ai bu, ah, la joie, ah, la joie, la la la, la la la, je bois à la joie. Folytatjuk a Capricciót itt a Klasszik Rádió 92.1-en, vendégünk Harcsa Veronika, énekművész. Szándékosan nem mondtam jazz énekes nőt, mert azért azt gondolom, hogy multifunkcionális, több műfajban is sikeres és méltán sikeres előadóról van szó. És hadd kapaszkodjak rögtön bele az előző zenébe, egy Dietrich Fischer-Dieskau felvételt hallottunk, egy Ravelt. Ugye hát ez egy Fischer-Dieskau megint csak a klasszikus zene az opera területéről érkezett. Vera, nekem van egy olyan érzés, amit te nagyon jól ismered mind a két területet. Hol vannak a határok, mennyire átjárható technikailag, képzettségileg ez a kétféle éneklés, vagy mondjuk ugye a sokféle éneklés? De mondjuk, hogy az opera és a jazz. Én azért a jazz... Csak azért, mert ez ugye egy porginál, ez rögtön egy borzasztóan érdekes kérdés, mert a porgi az bizony opera színpadra született, ott adják elő. Így van, én a jazzt ismerem azért sokkal-sokkal jobban, mint a klasszikus megközelítést. Annak ellenére mondom ezt, hogy sok éven át tanultam klasszikus éneklést, és most is veszek énekórákat egy fantasztikus énekmestertől, akit úgy hívnak, hogy Kéringer László. Tulajdonképpen amiért én most x éves fejjel újra elkezdtem intenzívebben foglalkozni klasszikus dalokkal, az pont az, hogy úgy érzem, hogy van a klasszikus zenetörténetben rengeteg olyan dal, amik csodálatosan szólnak klasszikus énekhangon, benne vannak a fülünkben, ismerjük őket, tényleg klasszikus dalslágerekről van szó, és meggyőződésem, hogy ezeknek a daloknak lehet még több arca. Ezt úgy értem, hogy elő lehet adni nem csak a gyönyörű, kristályos, klasszikusan képzett énekhangon, hanem egy más típusú, akár sanzonosabb, akár jazzesebb, a beszédhez közelebb hangon is. Ez nagyon érdekes, mert hogyha megnézzük, hogy miket énekeltél, például ott van Kurt Weill, aki hasonlóan ahhoz, amit mondasz, nagyon érdekes, hogy akár a felesége Lotte Lenya, hogy énekelte a dalait, pedig ő nem volt egy operailag képzett énekesnő, aztán ott van mondjuk Ute Lemper, aki egészen másképpen adja elő ezeket a műveket, és ott vannak az opera énekesnők, akik meg aztán egy egészen új harmadik interpretációt adnak. Lehet itt olyasmiről beszélni, hogy autentikus előadás? Hogy milyen a jó előadása? Biztos, hogy lehet autentikus előadásról beszélni, és ezt nekem egyáltalán nem tisztem megmondani, hogy melyik ez a bizonyos autentikus előadás, de ugyanilyen fontosnak tartom azt a bátorságot, ami nagyon sok előadóban megvan, aki egy kicsit feszegeti a beállt, elfogadott, autentikusnak vélt előadásmódoknak a határait. Én egyébként nagy Lotte Lenya rajongó vagyok, és Ute Lempert is maximálisan elismerem, de hogyha engem kérdezel, akkor én Lotte Lenya előadására szavazok. Azért a sokat mondod, hogy amikor azt említed, hogy énekórákat veszel, akkor alapvetően egy klasszikus operai képzésben, képzettségben jártas kollégától teszed ezt, Kéringer László, operistákkal foglalkozik, elsősorban tudomásom szerint, hogy ez egy gondolom egy tudatos döntés volt. Igen, nem arra akar rávenni, hogy én bármit imitáljak, tehát én nem azért járok hozzá, hogy imitáljam a klasszikus éneklést, nekem ez egyáltalán nem célom. Viszont az elmúlt időszakban tényleg egy fantasztikus
ajándék a sorstól az, hogy egyre gyakrabban keresnek fel klasszikus zenészek, hogy nyúljunk hozzá darabokhoz, amikben többféle megvalósítási lehetőség, előadási lehetőség is benne foglaltatik. És ezekhez nagyon gyakran olyan technikai felkészültség szükséges, ami más típusú, mint ami nekem a jazzből adott. És bizony, fel kell kötnöm a gatyámat. Most például nem olyan régen a Zeneakadémián a Klasszikus Ensemble-lel előadtuk Schönbergnek a Piero Lüner Hold bűvölte Piero című dalciklusát, ami hát egy elképesztő nehéz darab, és egy komoly munkafolyamat volt számomra, amire eljutottam az előadásig. Ezekhez nagyon el kell a segítség. Erről még mindjárt beszéljünk a zene után, de akkor mutass is egy zenét, és szerintem egy olyat, ami ebből az új projekt halmazból származik. Akkor hallgassunk meg egy dalt a Razvajajava Anasztázia hárfaművésszel és Fenyvesi Márton gitáros sound designerrel közös lemezünkről. Ennek az albumnak a címe az, hogy Debussy Now. Claude Debussy dalait játsszuk rajta, és szóljon a Fleur de Blé. Baby.
Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Folytatódik a Capriccio itt a Klasszik Rádió 92.1-en, Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. A mai vendégünk Harcsa Veronika énekesnő, és az utóbbi percekben a nemrég megjelent lemezükről hallottatok egy dalt, Fleur de Blé, Claude Debussy dala, egy egészen különleges feldolgozásban. Debussy Now, mitől lesz Debussy mai? Ketten kezdtük el ezt a kutatómunkát Razvajajava Anasztáziával, aki a hárfán játszik ebben a projektben. Az ő bele a Capriccio vendége volt körülbelül egy évvel ezelőtt, elnézést. Nagyon jó az ízlésetek itt a Capriccióban, hogy meghívtátok. És amúgy eddig még egészen normális a felállás, egy hárfa és egy énekes. De... Így van, igen. De már itt is, tehát már ezen a ponton is sok mindent át kellett írni, ugyanis ezek a dalok eredetileg klasszikus énekre és zongorára születtek, és a zongora kottát hárfára átültetni egyáltalán nem evidens. Hogyha valaki egy picit... és érti azt, hogy hogyan működik a hárfa, mint hangszer, akkor látja, hogy mennyire bonyolult dologról lehet szó. Aki nem tudja, hogy hogyan működik a hárfa, annak csak annyit, hogy két lábbal kell pedálozni, és közben két kézzel kell a húrokat pengetni, és ez már eleve, tehát a pedáloknak teljesen más funkciója van, mint a zongorán, és a hangszer struktúrája tökéletesen más. Szóval ez már önmagában Násztyának egy nagyon nagy feladat volt, hogy átültesse zongoráról hárfára a kíséretet. Nekem pedig nagy kihívás volt, és nagy játéktér megint csak az, hogy hogyan tudom a Debussy dalokat a saját hangomra átültetni, nagyjából hasonlóan, mint ahogy zongoráról a kíséret átültetődött hárfára. Az én hangomra például nagyon sok dalnak a hangnemét megváltoztattuk. Vannak olyan dalok a lemezen, amiket konkrétan egy teljes oktávval lejjebb énekelek, mint ahogy az eredeti Debussy által megkomponált verzióban szól, mert ott tudtam azt a drámaiságot, azt a jazzből átemelt, beszédközeli, drámai hangvételt megfogni, ami szerintem a dalhoz passzolt. Illetve, ami nagyon fontos volt az elejétől fogva, hogy megpróbáltunk a dalokból a kottahűség mellett kiemelni olyan kis részleteket, amiket egy picit megmozgathatunk, és egy picit improvizálhatunk velük, ezt hallottuk az előző dalban, a Fleur de Blé-ben is. És az elejétől fogva éreztük Násztyával, hogy ez egy fantasztikus kutatómunka, nagyon élveztük, nagyon szerettük duóban játszani ezeket a dalokat, de az elejétől bennünk volt a gondolat, hogy szeretnénk még egy harmadik tagot, aki valahogy a hangzást kibővíti, és végül is erre a pozícióra találtuk meg Fenyvesi Mártont, aki eredetileg jazzgitáros, de emellett az elmúlt években az úgynevezett sound designerségbe, vagyis a hang terek, hangoszlopoknak a megfestésébe, megszerkesztésébe belevetette magát, és ő a lemezen ugyanúgy, mint koncerten élőben a násztya és az általam, vagyis a hárfa és az énekhang által élőben játszott hangokat élőben effektezi, tulajdonképpen egy harmadik hangszerként. Bevallom őszintén, biztosan vannak olyan hallgatók, ilyen igazi hardcore klasszikus zenefanok, akik ilyenkor azért kicsit elszörnyennek, hogy jaj Istenem, mit csinálnak szegény Debussyvel, de én nagyon nem értek velük egyet. Azt gondolom, hogy olyan zene, ami 100 éve
ott van, és repertoár van, és szerethető, az abszolút megérett arra, hogy most már alapanyagként bánjanak vele, és így a modern technikát, és meg az összes többi azóta megkomponált zenét inspirációként felhasználva, csinálják belőle valami teljesen újat. Szerintem Bach se sértődne meg a számtalan feldolgozáson, amiért elkövettek a zenéjével. De akkor most hallgassunk meg valami muzsikát, de mi legyen a következő zene, amit meghallgatunk. Hallgassunk meg még egy dalt erről a Debussy lemezről, és akkor legyen most egy olyan dal, amihez tényleg alig nyúltunk hozzá, mindössze áthangszereltük, és azt is meghallhatjuk ebben, hogy Ferencbesi Márton nem csak fantasztikus sound designer, de gitározni is csodálatosan tud. Folytatjuk a Capricciót itt a Klasszik Rádió 92.1-en, Novotnyi Annával és Zsoldos Dáviddal, vendégünk pedig Harcsa Veronika, aki is már a második muzsikát mutatta meg nekünk a Debussy lemezéről, és rengeteg nagyon érdekes témát érintettünk eddig. Most viszont egy aktuális témára szeretnénk fordulni, ez pedig a Művészetek Völgye, amelynek Isten tudja mióta, de nagyon régóta állandó vendége vagy, idén is az leszel. Mi az, ami téged visszahúz mindig a Kapolcsi Fesztiválra? Ez a 8. év, hogy udvart vezethetek ott, és ez egy csodálatos szerep. 8 évvel ezelőtt kértek fel a Művészetek Völgye szervezői arra, hogy legyek udvargazda. Ez Kapolcson, a Művészetek Völgyében egy tipikus szerep. Nem én vagyok az első, aki udvart vezet. A Kaláka is például Lackfi Jánossal nagyon régóta vezeti a versudvart, de Paja Beának is hosszú éveken át volt saját udvara Kapolcson. Én a jazz udvart vettem át, ami azt jelenti, hogy én szerkeszthetem meg a koncertprogramot, de emellett kitalálunk a stábbal együtt olyan napközbeni tevékenységeket is, amik becsábítják a hallgatókat, az embereket, a fesztiválozókat. Így délelőtt együtt jógázunk, aztán van interaktív énekes workshop, amiben kicsik-nagyok mindenki beszokott állni, van kézműves foglalkozás, babaringató, most újdonságként vinil ritkaságokat is fogunk hallgatni, Pándi Balázs fantasztikus jazzdobosnak a világ minden tájáról icipici kis sikátorokban felkutatott bakelit boltokból összegyűjtött lemezritkaságaiból. Szóval mindenféle kísérő program is van nálunk az udvarban, és emellett már délután 3-kor elindulnak az élő koncertek.
úgy tudom, hogy a Völgyben nálunk kezdődik a leghamarabb az élőzene, és aztán tartanak is a koncertek egészen egyig. Az összes programot te találod ki, mindent te szerkesztesz, ami ott a Völgy udvarban felhangzik, megvalósul? Ami a saját udvaromban történik, azt a programot én állítom össze. Ez gyakorlatilag nagyon könnyű, mert olyan sok a jó magyar produkció, és olyan várólistám van már, hogy amikor a következő évi programnak nekiállok, akkor mindig csak előveszem a várólistát, hogy kik azok az új projektek, zenekarok, akiknek tavaly nem tudtam fellépési lehetőséget adni. Mindig törekszem rá, hogy nagyon színes legyen a program. Ez alapvetően jazz udvar, ami azt jelenti, hogy az improvizatív zenén van a hangsúly, de ezen belül nagyon-nagyon sok minden belefér, tehát nem csak mainstream jazz, hanem vannak elektronikus zenével, világzenével, népzenével, akár klasszikus zenével kevert produkciók is, és arra is figyelek, hogy mindenféle generáció jelen legyen, tehát mindig vannak jól ismert nevek, de mindig vannak olyan fiatal előadók is, akiket akár showkészekről, akár egyéb bemutatkozó fellépésekről ismerek meg, és akiket nagyon remélem, hogy én tudok bemutatni a közönségnek. Valóban ezt megerősítettem, hogy idén, aki programot szerkesztett a Völgyre, mint ahogy mi is a Vigány Petedi templomba, tulajdonképpen egyszerűen csak elővettük a tavalyi műsort, amely elmaradt. Hát igen. Haragni kellett rajta, de ha már ez így szóba került, mesélj néhány nevet, néhány produkciót, néhány koncertet, mondjál erről, mit lehet hallgatni a Völgyben idén. Visszatérő vendégünk most már évek óta a Modernát Orchestra, akik három napon keresztül rezidens zenekarként vannak jelen az udvarban, és ez alatt a három koncert alatt különféle kivilágló pillanatokat mutatnak be az előző évi repertoárjukból. Ahogy mondtam, nagyon sokféle zenekar megfordul nálunk, van például a végéről kezdem egy éjféli ütem nevű koncertsáv, amikor kifejezetten elektronikus zenével kevert zenék hallhatóak. Ebben például idén jelen lesz a Violectric, Andrew Jay és Lantos Zoltán zenekara, vagy például fiatal zenekarként a Margó. Ott lesz Zentai Márk, aki egy fantasztikus, friss név a hazai jazz életben, az elmúlt években. Ő az új szólóprojektjét, a Mr. Zent mutatja be. Aztán olyan zenekarok is helyet kapnak, mint a Mongoose and the Magnet, de a klasszikusabb nevek közül ott lesz például Gadó Gábor, aki szerintem a magyar jazznek az egyik legkiemelkedőbb, legkülönlegesebb figurája, és azon nevek egyike, akit külföldön jobban ismernek, mint Magyarországon. De jön például Borbé Mihály is. Nekem úgy tűnik, hogy a jazzzenészek valahogy egy ilyen nagy család. Olyan harmóniát érzek általában a jazz muzsikusok között, ez így van? Hát egy ideális világban ez így van, persze. Az biztos, hogy jazzzenésznek lenni nem könnyű. Ezt jobb, hogyha mindenki tudja rögtön az elején. Nagyon nagy elhivatottság kell hozzá, és biztos, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ez pont a versenyt hozza elő a zenészekből, de bizony vannak olyan pillanatok, amikor ez az összetartást hozza elő. Mert mindannyian tudjuk, hogy egyikünknek sem könnyű, mindannyian tudjuk azt, hogy mindannyiunkra ráfér a támogatás, akár fellépősi lehetőségek formájában. És én nagyon örülök, hogy mind a két oldalról benne lehetek ebben a szcénában, vagyis nem csak fellépő vagyok, hanem egy programhelyszínt is vezetek a Művészetek Völgyében, ahol én magam is tudom magát a szcénát azzal támogatni, hogy egy minifesztiválként évről évre 20-30-40-50 zenekarnak nyújtok fellépési lehetőséget a fesztiválon keresztül. Igen, a jazzre is igaz az, ami oly sok hazai művészet lehet, klasszikus zenére mindenképpen, hogy több a kiváló muzsikus, mint amit ez a viszonylag pici ország úgymond el tud tartani, meg tud ismertetni, és nyilván az a szerencsés, aki azért külföldön is érvényesülni tud. Azt gondolom, hogy lassan egyébként itt a műsor vége is, néztem az órát sutyomban, viszont nem tudunk zene nélkül távozni. Mi legyen az utolsó zene, amit meghallgatunk?
Szeretnék megmutatni egy dalt egy olyan lemezről, amit egy belga zongorista zeneszerzővel közösen készítettünk belga zenészekkel. Ő tanárom volt, amikor a Brüsszeli Királyi Konzervatóriumban tanultam a mestertagozaton 2 évig. Úgy hívják őt, hogy Chris Defort, és a közös zenekarunknak a neve Diving Poets Society. Erről a lemezről mutatok egy dalt. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ide a Capriccio virtuális stúdióba. Harcsa Veronikával beszélgettünk itt az elmúlt 1 órában, Zsoldos Dáviddal és Novotnyi Annával, és jövő héten is hallgassatok minket itt a Capriccióban, és menjetek a művészetek völgyébe, a jazz völgybe. Sziasztok! Sziasztok!